napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Szent István városában vagyunk, egy olyan városban, amelyre büszkék vagyunk. Elterjedt, hogy itt kampány záró összejövetel lesz. Eszünk ágába sincs bármit bezárni, ez egy nyitó esemény, ez a kampány hajrát megnyitó esemény. Az ellenfél is a mi számunkra kedvező állapotban van. Azt kell mondanom, hogy megbillent állapotban van. Sokan mondják persze, hogy az ellenfél csal. Mi ebben a meglepő? Nekünk ilyen nehezített pályán, ilyen akadályok mellett is nyernünk kell. Tisztelt hölgyeim és uraim, arra is emlékezhetnek, hogy velünk szemben a kampányt nem most kezdték el. Nekünk itt van némi hátrányunk, mert nekünk meg kormányozni kell. A békemeneten mondtuk ki, hogy a mi legnagyobb fegyverünk az összefogás, hogy mi egymásra számíthatunk. Nincs annyi dollár, euró, hiába a liberális világsajtó, Gyuri bácsi összes aktivistája, meg a jó ég tudja mennyi brüsszeli bürokrata. Mi, ha összefogunk, a legvastagabb falon is át fogunk menni. Arra gondoltunk, hogy arról kell majd meggyőzni az embereket, lássák világosan, két lehetőség között választhat Magyarország. Visszatérhetünk a bukott múlthoz, vagy folytathatjuk azt a munkát, amit 12 évvel ezelőtt kezdtünk el. Azt gondoltam én is, hogy arról kell majd meggyőzni az embereket, hogy valójában az ellenfél egy paraván jelöltet állított, valójában Gyurcsány a főnök, valójában ugyanazok az ellenfeleink, akik az elmúlt 12, sőt az elmúlt 21 néhány évben is mindig voltak. A haza, az ország, az egy, és bárhol is éljenek a magyarok a világban, Magyarországra, mint anyaországukra mindig számíthatnak. És megmondom őszintén, hogy úgy éreztem, hogy ha ezt jól elmondjuk, akkor meg tudjuk nyerni a választást. De aztán történt valami, beütött a ménkő, és kitört a háború. És a háború mindent megváltoztatott. A kérdés most úgy hangzik Magyarország számára, és a választók előtt is ez a kérdés magasodik, háború vagy béke. Azt gondoltam volna, hogy Magyarországon pártállásra való tekintet nélkül, párt logókra való tekintet nélkül mindenki a béke oldalán lesz majd. Azt gondoltam, hogy mindenki azt fogja mondani, ez két másik nép háborúja, ez egy ukrán-orosz háború, mi pedig magyarok vagyunk, ezért nekünk az a dolgunk, hogy ebből a háborúból kimaradjunk. Egyetlen magyar sem szorulhat az ukrán üllő és az orosz pöröly közé. Ez nem a mi háború. Ebben a háborúban mi semmit sem nyerhetünk, de mindent elveszíthetünk. Kimaradni pedig úgy lehet, ha nem küldünk katonát, nem küldünk fegyvert, és nem engedünk át fegyverszállítmányokat Magyarország területén, mert azok azonnal a katonai célpontra vannak. Mindenkin segítettünk. Mindenkinek adtunk enni, inni, adtunk szállást, gondoskodtunk a továbbutazásáról. Nem igaz, amit Gyurcsány Ferenc mond, hogy mi magyarok pocsék ország lennénk. Mi egy nagyszerű ország vagyunk, amely segítséget nyújt, mindent megad azoknak, akik futnak a baj előtt. És természetesen mi megértjük még az ukrán elnököt is, aki mindent megtesz, hogy belevonjon minél több európai országot ebbe a háborúba, mert ettől remélheti, hogy csökkenteni tudja a vereség mértékét, vagy akár el is kerülheti azt. Ez egy ukrán szempont, ez az ő érdekük. Ezt megértéssel kell fogadnunk, akkor is, ha jól emlékszünk arra, hogy nem bántak jól a magyarjainkkal. Erre mindannyian emlékszünk. Most segítséget nyújtunk. Mi nem is velük vitázunk. Nekünk vitánk a magyar baloldallal van. És bajunk van azzal, hogy bizony a hátunk mögött már meg is állapodtak az ukránokkal. Ne legyen kétségünk afelől, hogyha a baloldal nyer, másnap megindulnak a fegyverszállítmányok, és másnap támogatni fogják azokat a javaslatokat, hogy zárják el az Oroszországból érkező gáz- és olajvezetékek csapját. Ezt nem engedhetjük meg, Magyarország érdekét meg kell védeni. A világnak elment az esze. Sose gondoltam volna, hogy egyszer bele kell írni a magyar alkotmányba azt, hogy az apa férfi, az anya meg nő. Sose gondoltam volna, hogy bele kell írni az alkotmányba, hogy a házasság az egy férfi és egy nő között megkötött életre szóló szövetség.
A barátaink Nyugat-Európában elaludtak. Elaludtak. Ott is úgy kezdődött, mint ahogy itt Magyarországon egy-két évvel ezelőtt. Egy ilyen furcsa divat. De a gyerekek, az egy vörös vonal. Azt nem szabad megengedni, hogy a gyermekeink neveléséhez való jogunkat bárki elvegye tőlük. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ha a következő 3 napban elvégezzük a munkánkat, akkor megnyerhetjük a népszavazást, megnyerhetjük a parlamenti választást, és megőrizhetjük Magyarország békéjét, sikerülhet kimaradni a háborúból. Hajrá Magyarország, hajrá Magyarország, jó Isten, mindenki, Magyarország!